Szervusz, Erzsikébe! Jaj, de szép ez a piros sapka rajtad! Nekem nincs is piros sapkám! Akkor mi az ott a fejeden? Ja, egy piros sapka. Na. Hát biztos ki... a fejemre fújta a szél. Ne is mondta, olyan szél van, hogy az borzasztó, valami borzasztó. Nagyon nagy szél van, nem hiszed el, akkora szél van. Nekem mindjárt ment a fülem, itt kiment, és azt vettem észre, hogy az emberek nem figyelnek egymásra. Elbeszélnek egymás mellett, jönnek, ezek a fiatalok nem figyelnek a másikra. Borzasztó, és még szél is van, nagyon nagy szél van. Olyan, olyan bolond. Nagyon nagy szél van. Nagyon bolond szél van. Akkora szél van, hogy tojás helyett véletlenül sarokcsiszolót vettem, mert a Lidi bejárattól elfújt a szél a Bauhausba. Borzasztó ez a szél. Akkora szél van, a lányom még most költöznek. Igen? Nem is hívták ki a bútorszállítókat, csak csináltak egy kereszthúzatot. Majdnem a ház előtt tette le a szél a butorokat neki. Láttad tegnap a rodgyancsüveg új részét? Hát hogy ne láttam volna, elmebeteg vagy, ha hogy ne? Igen, egyébként de attól még láthattam. Hát időpontom volt másfél éve a kórházba kontrollra, de ez fontosabb volt, úgyhogy hát nem mentem, megnéztem a rodgyancsüveget. Na most ne tudd meg, hogy mi derült ki. A Don Miguelről kiderült, hogy ő a saját apja. Na most, a Marta meg megfenyegette a Gabriellát, hogy megöli. Na, a Gabriella ezt meg nem értette, mivel nem is szerepel ebben a sorozatban. Na, a Don Fernandez meg örült, hogy mindenki Donnak szólítja, pedig ő nem is egy orosz folyó. Na. Terezáról meg mi derült ki, ne tudd meg? Nem mi? Hát kiderült a Terezáról, hogy nem ő a gyereke anyja. Jaj, Istenem! A férje bevallotta, hogy mástól van a gyerek, bizony. Nem a Tereza szűte? Nem. Na, a Tereza erre revolvert rántott, ami azért volt baj, mert hogy igazából sertéskarajból kellett volna. De a lényeg... Most figyeljél, mert most jön a lényeg. A Juanita meg összejött, a letességre neve, így van, hogy Juanita, így írja az újság. Szóval a Juanita meg összejött a Viktóriával, mert az operatőrök is mind megvoltak neki, és nem volt több szabad férfi a sorozatban. De a legnagyobb, az Esteban rájött, hogy szerepel egy Arany János versbe. Versben? Melyikben? Igen. Hát ez az Esteban, kiki nyugalom. Hogy nem nézted tegnap a sorozatot? Mi volt fontosabb enni? Mi tegnap az elfújta a szelet néztük. Na, hát az meg hol ment? A nappalinkban vitte ki a tévét. Ablakon. Na, mi este a Starban Start néztük. Éppen a férjem meg kinyitotta közben az ablakot. Akkora húzat lett, hogy kifújta a piercinget a Tóth Andi orrában. Úgy nézett ki utána, mint egy konnektor Kínába. Barzasztó ez a nagy szél, rettenetes. Megnyílt már új Lidli? Már hajnali ötkor. Ne viccelj! Ja, a szél ripityára fújta az árt üvegajtót. Barzasztó. Nagyon bolond szél van. Én most ebben a másik közérben voltam, ami ott van a Rozman mellett. Ahol a Piri lakik? Nem, ott a Hajni Huga lakik, meg a Vukajlovics Bandi. Akkor az nem a Rozman, az a temetkezési iroda. Ja, tudom, a Last Minute. Az. Amellett van a kis közért. Igen. Hát valamit tudhat ez a temetkezési vállalkozó. Igen, biztos ő szállítja az árut a kis közértbe. A múltkor kiment... Valakinek most esett le. A Juanita. Na, az. Tehát. A múltkor kimenekültem, mert a sajtoknál ott volt egy döglött egér. És az egér utánad szaladt? Nem, mondom, hogy döglött volt. Borzasztó, biztos nagyon rossz mindenük, ha már az egér is éhen halt. Én az egeret megetettem volna. Mivel? A macskával, ja. De
inkább a laptoponhoz használom. Megyek, mert olyan szél van. Jaj, nekem most egy hétig nem kell bevásárolnom. Te le a hűtő? Bizony, a szél az erkélyre fújta a Lehel piac teljes árukészletét. Nagyon bolond szél van, nem borzasztó. Olyan bolond szél van, nem is érdekel, milyen bolond szél van. Ez borzasztó. Ma reggel a szél fölkapta a szoknyámat. Nem. Pont jött a Erika gázóra leolvasó. Azt mondja, nézd már, nem is tudtam, hogy a Marilyn Monroe-nak van húzós kocsija. Borzasztó nagy szél. Olyan szél van, hogy az unokám panaszkodott, hogy játék közben fölfele megy a Tetris. Ja, Istenem! Én meg, ha kinézek az ablakon, ezer számra viszi a leveleket a szél. Nálunk a postást is. Igen. Ne is mondd a postát, borzasztó. Tegnap is jön hozzánk, azt mondja nekem, emelt nyugdíjat kér. Hát mondom, igen. Azt mondja, jó, akkor előtte leejtem. Ja. Kijövök a nyugdíjamba, csak bemenni nem tudok vele. Olyan vagyok a borban, mint a urammal szex közben. Bemegyek, megfogom a kígyó uborkát, elengedem, azt inkább elmegyek. Sokan vásárolnak így uborkát. Igen, csak kérdezzük meg, hogy ki szokta salátának venni. Olcsóbb, mint a férfiaknak. Én meg tegnap csűkös babot főztem, utána olyan szél volt. Nem hiszem, borzasztok. Nekem a férjem elment az orvoshoz, mert nagyon bántja a szél. Ja. Fölírtak neki egy sapkát. Ja. Nagyon őrült szél, borzasztó ez a szél. Hétvégén följöttek a lányom, még a lányom abban a polóban, amiből kilátszik a hasa. Igen, mosás közben nekem is összement az otthonkám. Na és a pörkölt ráment a lányom pólójára, na mondom, végre sikerült olyat főzni, ami ott van a toppon. Ja. Nem is tudom, mondtam neked, de olyan szél borzasztó! Van. Hát nem mondták, hogy Brüsszelben Orbán erejű szél van. Amerikában megint pusztít az a nem tudom milyen forgószél. Tornádó? Minden reggel kell a mozgás. Igazíts meg a fogsorodat. Jaj, ne is mondd, ma beszéltem telefonon a zsógornőmmel, aki falun lakik. Azt mondja, főment a ház tetőre, hogy főmérje a kárt. Na, de csak egy levelet talált, az volt ráírva, hogy ennyi nem vállalom, aláírás a szélkakas. Én ma lemezeket hallgattam, a Szécsi Pallitól a Kósa Szelet még meg tudtam hallgatni, de a Modern Hungária lemező az elfújja a szél, a dalom már nem volt rajta. Ó, borzasztó ma reggel már a Korda Gyuri is azt énekelte, hogy reptér lobog a szélben, a szél zsák, találta benne egy pilótát. A rádióban is úgy ment, hogy ciklonizű banán. Borzasztó ez a szél, jöhet, nem ja. Állna meleg front. Hát kapcsolja Netflixre ott az. Szoktam, hogy tényleg hülyén néz ki, amikor a középkori Antarktiszon kézen fogva sétál két afrikai nő egy örök befogadott szőke ázsiai ikerpárral. Na most, én nézek éppen egy sorozatot, két szereplő van benne, a Joe meg a Sam. Nincs szinkron se, meg felirat se, így aztán semmit se értek belőle, pláne amikor a Sam beszél. Nagyon szél van, komoly, borzasztó! Nagyon nagy szél van. Olyan szél van, nagyon nagy szél van. Úgy fújt a szél, borzasztó. Na jobban én megyek haza, mert még főznem is kell. Villamossal mész? A francokat hazafúj a szél. Borzasztó szél van, én legalább sütök valamit, amit a férjem már régóta nem evett. Mint amit a férjed már rég nem evett? Igen, bécsi szelet.